Nemzeti gyásznap az országban. Terézváros részvétét fejezi ki a buszbalesetben elhunytak, sérültek hozzátartozóinak. Testületi ülés Terézvárosban. A gettó felszabadítására emlékeztek a Dohány utcai zsinagógában. Gyertyagyújtás a Dohány utcában. Megkezdődtek az írásbeli felvételik Terézvárosban is. A Magyar Kultúra napja az 5-ös 10-ben. Jeles nap a Terézvárosi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Karácsony felszállítás Terézvárosban. Összetartás est az Új Színházban. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti és legfrissebb eseményeinek összefoglalóját látják. A kormány szombati döntésének megfelelően nemzeti gyásznapot tartottak január 23-án a péntek éjjel Verona közelében történt buszbaleset áldozatainak emlékére. Az Országház előtt reggel 8 órakor Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között katonai tiszteletadással felbonták, majd félárbocra eresztették a Kossuth téren Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében. A megemlékezésen a Szinyei Mersepál gimnázium tanulói és tanárai és a Terézvárosi Önkormányzat vezetői, képviselői, munkatársai is részt vettek. Országszerte a meghatározott középületeken gyászlobogót függesztettek ki. Az iskolákban, tanórán vagy külön diákrendezvényeken méltó módon megemlékezéseket tartanak. A Nemzeti Gyásznapon a Nemzeti Lobogó félárbuszra engedésével egy időben a budapesti Szent István Bazilika, Szent István harangja, Magyarország legnagyobb harangja is megkondult. Ez a harang csak a legnagyobb egyházi ünnepeken vagy különösen jelentős alkalmakkor, ezúttal a tragédiában elhunytak emlékének szólt. Ezen a gyásznapon olyan érzések szorongatnak bennünket, amelyeket nem tudunk megfogalmazni, és nem is kell megfogalmaznunk. Erőtelenség,
tanástalanság, keserűség. A gyászoló szülők, testvérek, nagyszülők, rokonok és jó barátok fájdalma megoszthatatlan, átvállalhatatlan. Mégsem maradhatunk némák. Ha feltoluló kérdéseinkre nem is találunk választ, az együttérzés arra kötelez, hogy szóljunk. Dietrich Bonhoeffer, a 20. század mártír gondolkodója, némi erőt adhat gyászunkban. Istenem, bennem sötétség van, nálad világosság. Én egyedül vagyok, de te nem hagysz el engem. Én bátortalan vagyok, de nálad segítség van. Én nyugtalan vagyok, te nálad a béke. Bennem keserűség lakozik, nálad a türelem. Én nem értem útjaidat, de te kijelölted számomra az utat. Urunk, te nagyobb vagy a szívünknél. Fogadd el gyenge hitünk, reszkető reményünk, őszinte szeretetünk fohászait. Adj békét a gyászolóknak, nyugalmat a megholtaknak. Amen. A Terézvárosi Önkormányzat őszinte részvétét fejezi ki az olaszországi buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak. Együtt érez a sérültekkel, családtagjaikkal, és számukra minden segítséget felajánl. Hassai Zsófia Terézváros polgármestere, amint értesült a balesetről, dr. Mogyorósi Sándor jegyzővel elindult a helyszínre. Megérkezésük óta vasárnap 16 órától Veronában a hozzátartozókkal voltak, és amiben csak tudták, segítették őket. A tragédia kapcsán széles körű összefogás tapasztalható országszerte. Többek között a Terézváros Egészségügyi Szolgálat vezetője is jelezte, hogy kollégái soron kívül vállalják az ambulánsan ellátható sérültek kezelését, és a tragédia kapcsán a hozzátartozóknak a lelki segítségnyújtást. Egy emberi, egzisztenciális tragédia után mindannyian szembesülünk a megrendüléssel, a pillanatnyi kiszakadással az élet forgatagából. Megáll az idő, és tehetetlenek vagyunk. A belegondolás és beleérzés pillanatában saját emberi sorsunk végtelen kiszolgáltatottságával, törékenységével, az élet végességével is szembesülünk, és azzal, hogy erre nem biztos, hogy mi magunk fel vagyunk készülve, és vannak válaszaink.
A Terézvárosi Szinyei Merse gimnázium diákjait, tanárait és hozzátartozóit ért tragédia az egész világot megrendítette. Most a legtöbb intézményben azon dolgoznak a szakemberek, hogy miként lehet feldolgozni a legkevesebb lelki és mentális sérüléssel a történteket. Mély megdöbbenéssel értesültem a Szinyei gimnázium diákjainak olaszországi buszbalesetéről, erről a hatalmas tragédiáról. Nem lehet azt hiszem, hogy szavakat találni arra, ami akkor fogadott bennünket, amikor aznap délután megérkeztünk Veronába, abba a szállodába, ahol elszállásolták a későbbiekben. Ez volt az egyik szálloda a hozzátartozókat, illetve a túlélő gyermekeket és a könnyebb sérülteket. Ezúton is Terézváros önkormányzata nevében, mint ahogy ezt az első percekben is megtettük, a részvétünket és az együttérzésünket szeretnénk kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak, és minden segítséget megadunk a későbbiekben, legyen az orvosi, pszichológiai, anyagi segítség, hogy ezt a tragédiát az elkövetkezendő hetekben, hónapokban vagy években fel lehessen dolgozni egyáltalán. A gimnáziumhoz egész hétvégén folyamatosan érkeztek a hozzátartozók, barátok, az iskola diákjai és dolgozói, megemlékezők. Több tucatnyi virágot, koszorút helyeztek el. Az iskola előtt és az épületben százával égnek a mécsesek, gyertyák. Miközben zajlik ez a bizonyos írásbeli felvételi, az iskolában tragikus hangulat van, és tragikus állapotban, hiszen mint kiderült, a iskolai sítábor hazatérő busza balesetet szenvedett Olaszországban, és nem biztos információink vannak, de nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sok halálos áldozat. Nagy nehezen szedjük az információkat, hogy a gyerekek egymással való beszélgetéséből tudjuk, hogy ki az, aki könnyebben sérült és jól van. A szülők egy része már el is utazott a helyszínre, hát mi csak innen tudunk drukkolni, hogy minél kevesebb tragikus hírről tudjunk beszámolni. Az iskolára ilyenkor nyilván komoly feladatok hárulnak. Egy darabig nem tudunk segíteni, hiszen nem vagyunk orvosok. Ilyen módon nem tudunk segíteni. Később egészen biztos, hogy pszichológus segítségre lesz szükségünk, és itt olyan légkört kell teremteni, hogy az iskola, illetve a tanulás nyugodt mederben folyjon tovább. Nyilván ez a darabig lehetetlen, idő múlásával talán valamilyen módon begyógyulnak a sebek. A veszteség közös, mondta Balogh Zoltán kifejtve. A családok veszteségén túl veszteség az iskolának és az egész országnak, amikor ereje teljében lévő fiatalok életük kapujában elmennek. Osztoznak a fájdalmon is, azt elvenni nem tudják, vagy meg nem történtté tenni. Ugyanakkor azt szeretnék, ha mindazok, akiket veszteségért éreznék, hogy velük vagyunk, hogy ilyenkor ebben az országban képesek vagyunk összefogni, fogalmazott a miniszter, megjegyezve,
az együttérzésen túl az elsődleges feladat most a mentés. Áder János köztársasági elnök elmondta, mély megrendüléssel értesültünk a magyar gimnazistákat ért tragikus buszbalesetről. Az elhunytak szüleit, testvéreit, hozzátartozóit, osztálytársait és tanárait ért gyász ma mindannyiunké. Ez Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata. Minden család, közösség, nemzet számára a fiatal életek, gyermekeink elvesztése a legnagyobb csapás. Utasítottam a magyar hatóságokat, hogy mindent kövessenek el a helyzet teljes körű tisztázása érdekében. A gyász nehéz pillanataiban imáimmal a tragédiával sújtott családok, barátok mellett vagyok. Tizenhat halottja egy mesterséges kómában tartott életveszélyes állapotú, két nagyon súlyos, 10 súlyos és 13 könnyű sérültje van az éjfél után néhány perccel Olaszországban Verona közelében történt buszbalesetnek. 12-en sérülések nélkül élték túl a balesetet. Közölte szombat délelőtt Budapesten tartott sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kormány nevében részvétét és együttérzését kifejezve hangsúlyozta. A kormányzat a hazajuttatás és a szülők kimenetelének minden költségét állja, és mindent megtesz, hogy a családok fájdalmát enyhíteni tudja. Vasárnap a súlyos sérültek kivételével mindenki hazatérhetett. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magaségben. Ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magaségben. Ki búcsú nélkül hirtelen távoztál, pedig még oly fiatal voltál. Megtartotta szokásos testületi ülését Terézváros képviselő testülete, ahol többek között szó esett a hajléktalan szállásoknak nyújtandó segítségről, a forrás megosztásról, lakás juttatásával a fiatal rendőrök számára Terézvárosban, illetve a jegyes csomag bevezetéséről. Elsőként a forrás megosztásról szóló fővárosi rendelettervezetet véleményezték a terézvárosi képviselők. Az előterjesztésből kiderült, hogy 2017. január 1-től a megosztott bevételekből a főváros részesedése a korábbi 52,5%-ról 54%-ra nőtt. A kerületek részesedése 47,5%-ról 46%-ra csökkent. A kerületi önkormányzatokat 110 milliárd, a fővárosi önkormányzatot pedig 129,4 milliárd forint illeti meg a bevételekből. A hatodik kerület 2,51%-ban részesül a forrásokból, összesen 2 milliárd 769 millió 426 ezer forinttal. Egy fontos döntés következményeként a jövőben a Terézvárosban szolgálatot teljesítő rendőrök közül néhányan egy olyan lakásban élhetnek,
amelyet az önkormányzat bocsátott a testület rendelkezésére. Egy Jókai téri 5 szobás lakásról van szó, ami 5-6 rendőr lakhatását biztosíthatja egyszerre. Az önkormányzat ezzel is erősíti a rendőrséggel meglévő jó kapcsolatot, együttműködést, támogatja a bűnmegelőző nyomozási tevékenységet, így közvetve növeli Terézváros közbiztonságát. A kiválasztott lakást haszonkölcsön szerződéssel határozatlan időre bocsátják a budapesti rendőrfőkapitányság részére azzal, hogy a fenntartással, használattal kapcsolatos és a közüzemi költségek a rendőrséget terhelik. A lakás az önkormányzat tulajdonában marad. A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete megkereste az önkormányzatot, és felajánlotta segítségét, hogy megajándékozhassák az először házasságra lépő jegyeseket egy kifejezetten a számukra összeállított ajándékcsomaggal. A tervezet szerint az anyakönyvvezetők a házassági szándék bejelentésekor adják át a FICSAK által összeállított és az önkormányzat által finanszírozott 4500 forint értékű csomagot. Az ajándékot olyan párok kaphatják meg, amelyek legalább egyik tagja terézvárosi, és itt jelentik be házassági szándékukat. A jegyes csomag kiváló lehetőség arra, hogy az önkormányzat maradandó módon fejezze ki gratulációját és jó kívánságait a házasságkötésre készülő kerületi lakosoknak, ezért a testület támogatta az előterjesztést. Az idei különösen kemény tél arra ösztönözte Hassai Zsófia polgármestert, hogy előterjesztést tegyen a kerületben is tevékenykedő segítő szervezetek támogatására. Budapesten a fővárosi önkormányzat gondoskodik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyeiről és átmeneti szállásairól, ám az utóbbi hetek zord időjárásában minden segítségre szükség van, és Terézváros önkormányzata kötelességének tartja a kerületben lévő hajléktalanok és az őket segítő szervezetek támogatását. Az önkormányzat megkereste a hajléktalan szállásokat, szociális intézményeket, és felmérte, milyen jellegű segítségre van szükségük. A konzultáció után kiderült, leginkább ruhaneműre, tisztálkodási eszközökre és élelmiszerre van szükség. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány esetében pedig az önkormányzat örökbe fogadja, anyagilag támogatja 3 férőhely fenntartását terézvárosi rászorulók számára. Ilyen módon a testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványának 200 000, az Üt Hadsereg Magyarországnak 1 705 000, a Hajléktalanokért Közalapítványnak 400 000, az Efrata Alapítványnak 400 000, a Rés Szociális és Kulturális Alapítványnak 215 440, a Baptista Szeretetszolgálatnak pedig 285 000 forintos támogatást szavazott meg. A mai rendkívüli testületésen 10 naprendi pontot tárgyalt a képviselőtestület. Ezek közül kiemelném a forrás megosztásról szóló rendelet tervezett véleményezését. Ez ugye arról szól, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületük között az iparizési adóból származó bevételeket milyen arányban osztják meg a felek. Összességében Terézvárost a rendelet tervezet alapján több mint 2,7 milliárd forint iparizési adó bevétel illeti meg. Szintén fontos napirendi pontnak tartom még a összesen 6 hajléktalan szervezetnek a támogatásáról szóló döntést. A képviselőtestület úgy határozott, hogy valamivel több mint 3 millió forinttal támogatja ezeket a szervezeteket, tekintettel a rendkívüli időjárásra. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a szerencsétlen sorsú honfitársaink minél szakszerűbb ellátásához. A Terézváros képviselőtestülete továbbra is fontosnak tartja a közbiztonság kérdését, ezért az egyébként anyagi támogatáson túl egy új elemmel szeretnénk támogatni a 6. kerületi rendőrkapitányság munkáját. Ez az új elem pedig egy nagyméretű 5 szobás lakás haszonkölcsönbe adásáról szólna, amelyben 5-6 fiatal rendőr életkezdését tudnánk támogatni, lakhatását tudnánk segíteni, és mindaddig használhatnák ezt a lakást, kifejezetten csak a rezsiköltségek megfizetése mellett, ameddig Terézvárosban teljesítenek szolgálatot. Ezen kívül sokan kérdezték már tőlünk, hogy mi a helyzet az óvodák nyári nyitvatartásával. Szeretnék mindenkit ezúttal is tájékoztatni, hogy megszületett a döntés, úgyhogy hamarosan minden érintettnek, minden óvodának eljuttatjuk a nyári nyitvatartással kapcsolatos információkat, és ők nyilván továbbítani fogják ezt a szülők felé.
Megemlékezést tartottak a Dohány utcai zsinagógában a budapesti gettó felszabadításának 72. évfordulóján, január 18-án. Ez a nap arra kötelez minden jó érzésű, tisztességes magyar állampolgárt, hogy az egyre kevesebb holokauszt túlélő szemébe nézve ígéretet tegyen, hogy amit a magyar zsidóság ellen elkövettek, azt soha nem hagyja elfelejteni, mondta Ács Tamás, a budapesti zsidó hitközség elnöke. Tóta Péter Joel főrabbi, a tábori rabbinátus vezetője felidézte. A budapesti gettó lakóinak többsége 16 éven aluli gyermek volt. A főrabbi elmondta, rettenetes körülmények között éltek és haltak meg ezek az egyszerű emberek, akiknek még álmaik is szürkék voltak. A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére, és koszorút helyeztek el az egykori gettó falán. Terézváros önkormányzatát Bundula Csaba alpolgármester képviselte. A megemlékezésen részt vett Olá Lajos, a 6. kerület országgyűlési képviselője is. Gyertyagyújtással emlékeztek a Dohány utcában január 17-én este a budapesti gettó felszámolásának 72. évfordulójára. A megjelenteket elsőként Köves Slomó, az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabbija köszöntötte, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy egy olyan népnek, amelynek nem fontos a múltja, jövője sem lesz. Az est egyik szónoka Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára volt. Ő saját családjából hozott példákat a tragikus sorsokra. Elmondta, hogy édesapja munkaszolgálatos volt, előbb az Alföldön, később Ukrajnában. Édesanyját pedig gyalogmenetben hajtották koncentrációs táborba, de meg tudott szökni útközben. A gettó emlékfalánál megtartott eseményen az Oscar-díjas Saul fia című film rendezője, Nemesi Eles László is beszédet mondott. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai korban is kötelességünk fejben tartani és átérezni azok szenvedését, akiket a gettóba zártak. 72 éve, 1945. január 18-án szabadult fel a pesti gettó. A gettóban az egészségügyi viszonyok minősíthetetlenek voltak. Az emberek tömegesen haltak meg. Decemberben naponta 80-120 halottat vittek ki. 1945. január 18-án a Vörös Hadsereg közelettére a nyilas őrség eltűnt. A kerítés deszka palánkjait az emberek eltüzelték. A gettó felszabadulásakor csak a Klauzál téren több mint 3000 temetetlen holttestet találtak. A résztvevők most erre emlékeztek gyertyagyújtással. Elkezdődtek a központi felvételi vizsgák, szombaton az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János tehetséggondozó programra jelentkezők számára tartották meg a vizsgákat, míg a pótló írásbelikre január 26-án lesz lehetőség. Utóbbit azok írhatják, akik a vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Az idén 402 írásbeli vizsgát szervező intézmény van, és 514 helyszínen adhatnak számot tudásukról a diákok. A 9. évfolyamos iskolák írásbelién mintegy 54.200, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem 8.000-en, a 8 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 6.000-en vettek részt. Stábunk a 6. kerületi Szényei Mersepál gimnáziumban járt. Írásbeli felvételit magyarból és matematikából kellett tenniük azoknak a diákoknak, akik olyan középiskolába jelentkeztek, amely a felvételi feltételeként szabta meg a teszt kitöltését. Az eredmény a felvételi összpontszám legalább 50%-át, a szóbeli, ha az adott középiskola azt is tart, a tanulók összpontszámának legfeljebb 25%-át határozza meg. Szényei Mersepál gimnázium van, most mint látható, nagy csend van a folyosón. Az ország nagyon sok középiskolájában ez most így van, hiszen a
nyolcadik osztályosok elkezdték írni a felvételi papírjukat, dolgozatukat. Először magyarból, aztán 45 perc elteltével, vagy majd matematikából állnak neki ennek a munkának. Nekünk azért ez nagyon nagy segítség, mert így egy olyan standard jelenik meg a gyerekek előtt, ami Nyíregyházától Sopronig van a nyolcadikosok kezében, tehát nem mi találtuk ki, nem vagyunk azzal vádolhatók, hogy esetleg olyasmit kérdeztünk, ami a tananyagban nem kellő súlya szerepelt. Ilyen módon tényleg könnyebb lesz összevetni majd a gyerekek írásbeli munkáját. Ez minden iskolában párosul majd a szóbeli felvételi, vagy bármi egyéb kritérium, de most itt az iskolában 80 diák írja a felvételi dolgozatát. A budapesti 6. kerületi Erkel Ferenc általános iskolából jöttünk. A két 8. évfolyam diákjait hoztuk el, akik most írják a központi tesztet. Velük együtt drukkolok ittként, izgulunk, bár felkészítettük őket központi tesztek, előzetes központi tesztek írásával. De azt gondolom, hogy minden gyereknek jól esik, ha a tanára itt van kint, és vele együtt érez. Akik most nem tudtak eljönni, mert sajnos lebetegedtek, ők csütörtökön pót tesztet fognak írni. Azt láttam, hogy mindig mosolyogtak, tehát ez azt jelenti, hogy sikerült ez a mostani felvétel, legalábbis szerintetek. Szerintem elég jól sikerült, tehát jobban sikerült, mint ahogy vártam. Jobban is ment, szóval. Volt izgulás? Volt, bőven volt. De elkezdtem írni, aztán így már nem izgultam utána, szóval. Tudsz-e nekem pár kérdést mondani, mik voltak a kérdések az írásbeli? Voltak olyanok, hogy például meg kellett mondani, hogy egy versben milyen alakok voltak, főnév, ige és ilyenek. Fogalmazásban mi volt a közösségi oldalak, hogy mit tartunk benne jónak és mit nem. Meg kellett érvelni, hogy gondoljuk a mai világban ezt. És te hogy gondolod a közösségi oldalak működését? Hát részben jónak tartom, mert a barátainkkal például tudjuk tartani a kapcsolatot. Részben rossznak, mert esetleg mások fel tudják használni az adatainkat másra, vagy épp amiket kirakunk a közösségi oldalra, fel tudják használni rosszakra. És még nem vagytok túl ezen az egészen, hiszen most jön a matek írásbeli. Újra izgalom van? Újra, tehát mindig is jobban féltem a matektól, mert az kevésbé megy, mint a magyar, de megpróbálok nem izgulni, mert akkor ugye jobban fog menni, jobban fog teljesíteni. Hát nagy mérföldkő előtt álltok, hiszen hamarosan el kell dönteni, hogy melyik gimnáziumban mentek tovább. Neked van-e elképzelésed? Igen, van elképzelésem. Az én elképzelésem a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola, a dráma tagozatra mennék. Hát ugye a matekot annyira nem... ott nem nézik, szóval ennyiben van szerencsém, de attól még félek, szóval. Tehát az a lényeg, hogy művészeti iskolába mész. Mi leszel, ha nagy leszel? Színész szeretnék lenni. Hát rögtön gondoltam, hát ez nem volt kérdés. Nálad mi a helyzet? Én még nem tudom, hogy mi szeretnék lenni, ezért megyek gimnáziumba, és hát ott szeretném eldönteni majd, hogy mi szeretnék lenni idővel, de még nem tudom nagyon, de gimnázium. És a természettudomány része. Rendhagyó történelem órával ünnepelte Terézváros a Magyar Kultúra Napját. Novák Ferenc néprajzkutató, koreográfus, a Bihari Tánc Együttes és a Bekecs zenekar közreműködésével mutatta be az 5-ös-10 színháztermét zsúfolásig megtöltő diákoknak, hogyan változtak s váltak a magyar szellemi vagyon kultúra részévé a nép táncai történelmünk során. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 194 évvel ezelőtt január 22-én fejezte be Csekén a Himnusz című költeményét, és 1989 óta e jeles nap nemzeti kultúránk ünnepe. A magyar kultúra tel is tele van azokkal a csodálatos táncokkal, amelyek nagyjából a 20. század közepéig folyamatosan gyarapodtak, fejlődtek.
A minket körülvevő világ a társadalom változásai miatt ma már a népi kultúra eme ága is csak több évszázados múltjából táplálkozik. Európában elsőként a magyar néprajzkutatók 1920-as években elindított filmfelvételekkel dokumentált gyűjtő útjainak köszönhetően a Magyar Tudományos Akadémia Népzene és Néptánckutató Osztályának filmarchívumában 400 ezer méternyi film őrzi a különböző tájegységek táncait. E tekercsek segítségével a hazai néptánc története a magyar nyelvterület majd minden vidékén, Erdély, Felvidék, Délvidék, a 19. századtól kezdődően szinte minden jelentős műfajban és tánctípusban meglehetősen nagy pontossággal nyomon követhető. A világon egyedülálló gazdagságú gyűjtemény is hozzájárult ahhoz, hogy a 60-as években az UNESCO a tánckutatás központjául Magyarországot választotta, mondta rövid bevezetőjében a gyűjtésekben is jelentős szerepet vállaló Novák Ferenc. Itt vagyunk az 5-ös 10-ben, és rendhagyó történelmi órára készülünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Hát örülök, hogy meghívtak, és örülök, hogy ennyi gyereknek lehet tartani egy ilyen előadást. Ez tulajdonképpen műfaját illetően egy rendhagyó történelem óra, de a címe, hogyha meg akarnám fogalmazni, hogy miről szól, akkor a magyar néptánc évszázadai. Arról van szó ebben a műsorban, amiről nyilvánvalóan semmilyen oktatási rendszerben erről nem tanulnak, mert miért is tanulnának erről, hogy a magyar néptánc típusok, tehát amit a magyar nép táncol és táncolt az elmúlt évszázadokban, hogy került bele a magyar teljes szellemi vagyonba. Mert sokan azt hiszik, hogy a csárdás például a legrégebbi magyar tánc, közben a legújabb. A csárdás és a verbunk, és nem tudják, hogy rétegek vannak, történelmi rétegek, amit nyilvánvalóan nem hoztunk magunkkal a sztyeppékről, valahonnan keletről. Ezt meg kellett tanulnunk, és ugyanazokat az európai divatokat táncoltunk, amit egész Európa a honfoglalás idejében és az államalapítás idejében, tehát ha visszamegyünk 1000 évet, akkor az egész Európában körbe táncolt mindenki. Csak ez a forma létezett, a Balkántól egész a spanyol félszigetig, és nyilván valami is ezt tanultuk meg valamilyen módon. Ezt próbálom elmondani, persze csak feltételezéseket biztosat nem tudok mondani, hogy tanulhattuk meg. És aztán jöttek a táncdivatok egymás után, a reneszánsznak meg voltak a maga táncdivatai, megtanultuk őket, a barokkornak meg voltak a táncdivatai, azt is megtanultuk. És aztán utána, amikor már nem jött el újabb táncdivat Nyugat-Európából, akkor abban a pillanatban keletkezett a csárdás és a verbunk, és ez a legújabb. Na most ezt próbálom elmesélni történelmi rétegenként, beleértve a zeneirodalmat, a képzőművészetet, az építészetet, mert ez mind összefügg. Itt vagyunk az 5-ös 10-ben. Mit ünneplünk most, és miért jöttetek? A kultúra napját, és ilyen hagyományokkal, népi táncokkal, zenékkel több fogunk megnézni, hogy előadják. Mit jelent a magyar kultúra? Kölcsei ekkor írta a himnuszt, és azt ünnepeljük meg. Mit jelent számodra a himnusz? Hát a haza szeretetet, meg hogy soha ne hagyjuk el hazát. Hát haza szeretet, így egy szóval. Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Szerintetek miért fontos ennek a megünneplése? Hát, hogy őrizzük a hagyományokat, és emlékezzünk a nemzeti kincsekre. Mit jelent a magyar kultúra? Amit a nép, ami egy hagyományjá vált, ami fontos a népnek, és amik így beleívódtak a népi szokásokba. Mit is ünneplünk ezen a napon leginkább? Az, hogy Kölcsei Ferenc ekkor írta meg a himnuszt.
fontos, hogy kulturálódjunk, ugye, és a hagyományokat megismerjük a saját nemzetünkből, és én úgy gondolom, hogy ezzel minden embernek, illetve gyermeknek meg kell ismerkednie, hogy ne érje újdonságként, ha például találkozik ilyennel máshol. Mit ünneplünk ma igazán? Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Mit érzel, amikor a himnusz megszólal? Hát, hazaszeretetet. Biztonságot és öntudatot. Szerintetek mit ünneplünk a mai napon? Hát a magyar kultúrát, ugye menni soha nevében, és a különböző eseményeket, amik nagy szerepet játszottak a múltunkban és a történelmünkben, amik a kultúra szempontjából fontosak. Mit ünneplünk pontosan? Hát Kölcsey Ferenc ma írta meg a himnuszt. Én nagyon szeretem himnuszt, mert szerintem nagyon gyönyörűen fogalmazta meg a magyar történelmet. Mit jelent számodra a himnusz? Hát a himnusz az a nemzetnek az egyik jelképe, az összetartozás. Szerintem nekem azt jelenti a hazát és hazaszeretet. Hazaszeretetet. Mit érzel, amikor megszólal? Hát büszkeséget, hogy magyar vagyok. Igen, ezt érzem én is, hogy büszke vagyok, hogy egy magyar lehetek is, hogy itt élhetek. Hát eláruljuk a kedves nézőknek, hogy nemrég az 5-10-ben voltunk, de ott már nem tudtunk benneteket mikrofon végre kapni, és eljöttünk az Erkel Ferenc Általános Iskolába, hogy megkérdezzük, hogy hogy éreztétek magatokat az 5-ben, milyen volt a rendhagyott történelmi óra, és egyáltalán meséljetek nekünk a mai napról. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, és nagyon sok új táncot ismertünk meg. Meséljetek nekünk, hogy hogyan zajlott ez a mai nap. Hát a koreográfus, ő beszélt, vagy mindet elmondott, aztán meg táncoltak. De tulajdonképpen, amit ő elmondott, ezt bemutatták a táncosok. Igen. Magyar Kultúra Napja. Hát Erkel Ferenc. Mi köze van Erkel Ferencnek a magyar kultúrához kötődő himnuszra? Erkel Ferenc zenésítette meg a himnuszunkat. Novák Ferenc varázslatos előadását a Bihari Tánc Együttes fiataljai a táncok bemutatásával tették még emlékezetesebbé. Az előadás végére a teremben már minden jelenlévő meg tudta válaszolni a koreográfus első percekben feltett kérdését, hogy a legényes, a karikázó, a verbunkos, a csárdás, a forgatós közül melyik a legrégebbi tánc. óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mert Kölcsey Ferenc a kézirat tanúsága szerint 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. Ez alkalomból szinte nincsen olyan intézmény országszerte, ahol kisebb-nagyobb ünnepségekkel, rendezvényekkel ne emlékeznének meg e jeles napról. Stábunk a himnusz költőjének nevét viselő Terézvárosi Gimnáziumban járt, ahol többek között az is kiderült, hogy a költőnek milyen személyes relikviáit őrzik a gimnáziumban. A mai Terézvárosi Magazin vendége lesz Fazekas Csaba, a Kölcsey Gimnázium intézményvezetője. Gimnáziumunk 1921-ben vette föl Kölcsey nevét. A névadó egész alakos szobrát pedig a 90-es évek elején készítette el Kő Pál, a nemzetművésze, Terézváros díszpolgára.
Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Kölcsey a névadónk. Az nagyon jó, hogy Kölcsey névadója egy iskolának. Itt például, akárha az évnyitón fölcsendul a himnusz, más konnotációja van, mint bárhol máshol, hogyha elindul ez a melódia. Mi azt is tudjuk, hogy az iskolánk névadója írta a szövegét a himnusznak. A névadó emlékének az ápolása az mindig 1921 óta jelen volt az iskolában. 1989-et követően pedig mintegy intézményesen, hivatalosan is minden évben megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról. Számomra talán az a legfontosabb, hogy a himnusz költője egy olyan etikus személyiség volt, akit valóban példaképpen lehet a gyerekek elé állítani, és nagyon fontos, hogy megírta azt a Parajnéziszt, amely a mai napig érvényes tanításokat tartalmaz az ifjúság számára. Diákjainkkal egyébként az elmúlt évek egyikében át is írtuk olyan módon a Parajnéziszt, hogy a mai nyelvhasználat fogyaszthatóbbá, érthetőbbé, befogadhatóbbá tegye a szöveget. Fantasztikus sikere volt ennek a munkának. Iskolatörténeti kiállításunkban Kölcsey relikviákkal is dicsekedhetünk. Igazolással tudjuk bizonyítani, hogy ezek valóban a költő személyes tárgyai voltak. Kéziratról van szó, egy sál maradványairól és egy úgynevezett porzóval, amellyel a leveleit a végén meghintette, hogy ne maszatolódjon el az írás. A Magyar Kultúra Napi rendezvényt megelőzte egy január 16-án kapott elismerés. A Budapesti Diáksport Szövetség a Magyar Tudományos Akadémia egyik dísztermében adta át a jutalmait azoknak az iskoláknak és testnevelő tanároknak, akik a legeredményesebbek voltak az előző, a 2015-16-os tanévben. Nagy izgatottsággal vártuk ezt a díjazást, és nagy örömünkre az derült ki, hogy gimnáziumunk az országos összesített pontversenyben az első helyezést szerezte meg. Ilyenre korábban nem volt példa, sőt arra sem, hogy budapesti középiskola országos első helyen végezzen. Éppen az irodalom óráról jöttünk ki, vagy milyen órán is voltunk? Igen, magyar irodalom óra volt. Ahol az egyik téma? Magyar kultúra volt a téma, azon belül is Kölcsey himnuszáról beszéltünk inkább kiemelten. Már tanultatok Kölcseyről, mit jelent számotokra? Tehát azon ki, hogy az iskolánk névadója az órákon is, irodalom órákon is, inkább mint politikussal foglalkozunk vele. Ő írta a himnusz, de sokkal nagyobb dolog, hogy lemondott a mandátumáról, mikor megváltoztatták az utasításait az országgyűlésen, ami szembe ment az elveivel. Szerinted milyen indítatásból írta meg Kölcsey himnusz? Ez egy könyörgés Isten felé, hogy könyörüljön meg a magyarok hánykottatása után, így igazából a magyar népnek a történelmét mondja el, és azt, hogy ez egy virágzó jövő felé mehet tovább. Kereszt után a lakosság nagy része búcsút vesz karácsonyfájától. Ezt követően egyre nagyobb számban jelennek meg a szemetesek a környéken, a gyűjtőhelyeken és sajnos az utcák közepén az erkélyek alatt is. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Folyamatosan gyűjti össze a kerületben a fákat, majd elszállítja a gyűjtőhelyekre. Ahhoz, hogy az út közepén vagy éppen a házak között sorsára hagyott fenyőfát lássuk,
Sajnos nem kell még csak különösebben szemfülesnek sem lennünk. Az ünnep elmúltával folyamatosan jelennek meg a félig vagy teljesen lehullott levelű fenyők, amelyet az egykori tulajdonosok nem tudtak vagy nem akartak elszállítani a gyűjtőhelyig. Jól járnak, akik az idén, ahogy évről évre egyre többen, a földlabdás fenyő mellett döntöttek. Nem csak, hogy valódi fenyő illat mellett ünnepelhettek, de megkímélték magukat a lehulló fenyőtüskék okozta bosszúságtól is. Terézvárosban több gyűjtőhelyen, a Rózsák terén és a Bethlen Gábor téren is le lehet adni a már nem kívánatos fenyőfákat. Sem látott összefogással igyekeztek kollégák, barátok és sztár fellépők segíteni a Terész körúti robbantásban megsérült két fiatal járőr felépülését. Szabina és László még jó ideig nem állhatnak munkába, és a lábadozásuk is sok időt vesz igénybe. Számukra ezért az új színházban rendezett jótékonysági összefogás estel segítettek, hogy a hosszadalmas felépülést és a kezeléseket megkönnyítsék, és nem utolsó sorban egy kis lelki támaszt is nyújtsanak nekik. A mai Terézvárosi Magazin vendége lesz a kerület lakója, Bak Szilvia, humorista, előadó művész. De biztos bárki lát, vigasztal, fiatal vagy és szabad, repülj, szárnyad van, meglátod, így leszel önmagad. A fáj, csak fájjon, elfogy majd, és csak gazdagom leszel. Mozdulj el! Azt hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik népszerűek és benne vannak a köztudatban, valahol az is kötelességük, hogy megmutassák az embertársaiknak azt, hogy igenis kell egymással foglalkozni, kell segíteni egymást, figyelni kell egymásra, és nem elég csak a saját dolgukkal foglalkozni, azért néha ki kell tekinteni a világra, és ösztönözni az embertársainkat arra, hogy ugyanezt tegyék meg. Most minden jótékonysági eseménynél ez az, ami engem előre visz, ami miatt én elvállalok egy jótékonysági megmozdulást. Ebben az esetben talán egy picit mindenkinek az érzését, vagy mindenkinek a félelmét, a negatív-pozitív érzéseit magammal hordozom ebben a helyzetben, hogy egy ilyen speciális esetben kell szerepelnünk valakikért, akik lehettek volna bárki mások is. Tehát úgymond ugye a két rendőr, aki a körúti robbantásban megsérült, és lehetett volna ott bármilyen civil, lehetett volna rajtuk kívül bárki. Tehát hogy ezt igenis tudatosítani az emberekben, hogy most már nem azt a világot éljük, mint régen, hogy igenis nyitott szemmel kell járni. Igenis mindig úgy kell elköszönni egymástól, amikor elmegyünk otthonra, mint hogyha utoljára látnánk egymást, de úgy legyen bennünk mindig az, hogy igenis mindig hogy olyan kereknek kell lenni egy reggelnek, egy estének, vagy egymással. Tehát, hogy ennek nagyon sok üzenete van. Nem csak az, hogy most itt valaki fogta magát és szándékosan mit tett, azért ő meg fog bűnhődni. Ennek nagyon sok lelki oka, lelki hozadéka van, akár a rendőröknél, az ő biztonságérzetük, az ő bizalmuk, hogy esetleg megrendülhet a saját szakmájukban. Hiszen ők azért indultak el a saját szakmájukban, hogy az embertársakat segítsék. Na most jövünk kell mi, hogy mi meg őket segítsük. Van miért, van kiért vinnom örött harcait, és mindig is így lesz, bár hogy jár a sorskerék. Nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy eljöjjek erre az estre, együtt érzek a családtagokkal, a sérültekkel, és mivel én terézvárosi vagyok, és itt történt a környéken, hát evidens. A másik pedig, hogy én a Norbit, aki ezt szervezte, nagyon szeretem, és az első hívására jöttem. Csak a
A 2017. január 17-i jótékonysági esten az új színházban olyan sztár fellépők léptek színpadra, mint a B-52 Bach Szilvia, a Bulldozer Csordás Ákos DSP, Szolnoki Péter Tóth Vera, Varga Miklós, Viki Dágyula, és még a műsorvezető Abaházi Csaba is dalra fakadt. Azt gondolom, hogy a mai nap az annak az összetartozásnak talán a legjobb jele, illetve a legjobb mutatója, amit a rendőrség, mint nagy család tud tenni akkor, hogyha valamilyen sérelem vagy valamilyen sérülés éri. Ugye két kollégánkért szólt a mai nap, két kollégánkkal összefüggésben került életre hívásra a mai napnak a rendezvénye. Én úgy hiszem, hogy mindaz, hogy a nézőtér teljesen tele lett, megtöltöttük, és nem csak rendőrök, nem csak hozzátartozók, hanem nagyon-nagyon sokan Budapest lakosai körül, 6. kerületnek a lakosai körül. Ez bizony egy példaértékű összefogás volt. A támogatói jegyek megvásárlásával, illetve az erre a célra létrehozott bankszámlaszámra összesen 1 millió 540 ezer forint gyűlt össze. Mindezek mellett pedig egy fantasztikus, minden ízében lélekemelő összefogás jött létre az esten, amely mindenképpen példaértékű. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti és legfrissebb eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is. Minden jót, a viszontlátásra!